szerintem János bácsi, újra találkozunk. Isten éltesse. Köszönöm. Most a város nevében köszöntöm, az egész közösség nevében. Köszönöm. Isten éltesse 91. születésnapja alkalmából. Köszönöm. Jöttem a pofonért, vagy az még most nem jár? Ide figyelj, amikor akarom, akarom. Amikor akarom? De még, ide figyelj, Zolikám, tudod, mit mondok neked? Azt mondom neked, két ígéret van. Igen. Az egyik 100 éves, a másik, mikor éjjel kaptam, ez 4 év. Hogy azt melyik fog, talán a második be fog várni. Jó, hát az egyik ígéret az volt, vagy kívánság, hogy 60 éves koromban szeretne megpofozni. Igen. Ezt mondta még, vagy 15 évvel ezelőtt. Tudod, mikor a feleségem, mikor temetése volt? Még azt, szerintem még azt megelőzően tetszett mondani. Régen volt, de sokára. Régen volt, de sokára. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz sokára. Gyorsan megy az idő, sajnos. Te, és tudod, hogy megy? Rohan, könyörtelen az idő. Vele századok, ezredek, hervora szép ifjúság erő. A törzsek, népek, nemzetek. A rövidfőbbi évek eltűnnek gyorsan. Eltűnnek, mi is megyünk gyorsan. Ez egy ének. Uh-huh. Ez megvan dalban is, tehát ez egy vers, meg, de... Megvan. Rohan, könyörtelen ez az idő. Vele századok ezredek, Hermod a szép ifjúság elő, a törzsek népek nemzete. János bácsit 4 generációs családja körében köszönthettük, ahol dédunokája, Zsófi is ott volt. És mivel telik úgy általában egy nap? Korán kell, vagy nem annyira korán? Ide figyelj! Hát általában van, amikor fél órakor, mert hogy bejártam, valahogy azt az időt megfogtam. Igen, az de a korai kerés ez megvan, még a régi munkában hát jelenleg. Régi időben tudom, mikor még bejártunk, a másik utcában járt egy ember Pestre, 3 órakor már havasra voltam. Uh-huh. Mondja, maga már ilyenkor már havasra volt. Ma, ahogy leesik, 90%, ott van, ahol leesik. A lakók nem törődnek oda, sok helyen. Hát sajnos igen. És ezt tudod azért van, hogy hanyag a nép. Úgy látja? Nincs kivétel, hanyag a nép. Úgy látja János bácsi, hogy hanyagabbak az emberek, mint mondjuk a régi korokban? Igen. Tehát jobban odafigyeltek a saját környezetükre? Igen. János bácsi melyik tanyán született? Tessék? Maga tanyán született, tudja melyik tanyán született? Ide figyeljél. Hát, ha kimennénk, meg tudnám mutatni még azt a helyet. Mert tudod, hogy az országúttól Hernádra mutat a földút, az a térképen nincs rajta. Uh-huh. Dabas térképen. Uh-huh. De állítólag van ott 3 vagy 4 taja, ott a villany. Uh-huh. Ezt te tudod. És még ott született János bácsi? Ott kint a tanyán. És az Hernádhoz tartozott, vagy Dabas? Vagy Gyónhoz? Gyónhoz. Hogyan mondjam? Az valamikor úgy szerepelt rócsárdája. Tudod, mert az ország, a most kiér az út. Az öreg országút? Az országútra kiér az út, kicsivel vissza volt, 2 széles alól. Igen. Ott volt az út, és mikor kiértünk, ott volt egy taja. Az ott valamikor a Rót doktornak a tajája volt. Uh-huh. Ha alatt, mert Dabason lakott az igen, igen. A Rót doktor tanyáján született János bácsi? Nem. Attól közel a hernádi határhoz. Uh-huh. Mondom, meg tudnám mutatni még azt a helyet, mert most már csak a 14-es őrhatszó lehet bemenni egyenest, majdnem ott megy az út, ahol valamikor a mi tanyánk volt. Mert tudod, ha megyünk a Vasi úton, akkor mikor elhagyjuk a házat, egy nagyon kicsit megtörik balra. Uh-huh. Ott laktunk valamikor. És hányan voltak testvérek, János bácsi? Öten. Ha megmaradnak, akkor lettünk volna 8-an. Uh-huh. De 5-en voltunk élő. És akkor 5-en nőttek, 5-en lettek felnőttek, ugye? Megérték a felnőttkort. 5-en megérték a felnőttkort. Igen, igen. Mindenki családot alapított? Mind az hát az öcsém Hernádon lakik, a húgó meg ott lakik, amikor megyünk Kecskemét felé. Tudod, hogy hol volt a konzervgyár? Igen. Azt elhagyjuk, és van ott egy közel 2 ház, a húgom ott lakik, uh-huh. Az Petrányné. Utána volt egy kocsma,
egy lakóházunk, most van, hogy az most mi van abban, a házban már nem lakik telenség. És akkor még az öccse meg a húga él, János bácsinak? Igen, az most 81, én még 91. Örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Szép napot kívánok, szép nyarat. És örülök, hogy eljöttek. És akkor készülünk a 60 éves pofoszkodásra, jó? Amikor én 60 leszek, akkor elvileg maga még nem lesz 100. Most mennyi vagy? Most 53. 50. Akkor maga 98 lesz, ha megéljük. Meg ha én is megélem. Hát kérdés. Jó, hát a... Kérdés. Jó, készülünk rá addig, jó? Én erősítem magam, hogy tudjam állni a pofont, jó? Még te tudod magad erősíteni, de én gyönyörködök abba, hogy az én drága uram sem a kezét, sem a szemét még nem vette le rólam. Még mindig vár rám, hogy hozzá közeledjek. E világot, megvedve ezt a világot, mindig közelebb Jézus Krisztushoz. Ha tetszik, ha nem, mindenkinek oda kell állni az ítélőszék elé, és hogy ott majd ki mit fog tudni mondani, ha tud mondani valamit.